Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink, röviden. Pilisi Parkerdő ZRT. 1,5 milliárd forint Széchenyi 2020 Európai Uniós fejlesztés a térségnek. NAV. Változások a diákmunka és az online kereskedelem területén. 25. kalászi végasságok. Pénteken, szombaton együtt ünnepel Budakalász. A világjárvány kellett ahhoz, hogy az emberek visszataláljanak a természethez, mondta dr. Seregi János, a Magyar Természetjáró Szövetség elnök helyettese tegnap délután a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkertben, ahol ünnepélyes keretek között átadták a Pilisi Parkerdő ZRT turisztikai fejlesztéseit. 1000 pad és asztal, 32 darab esőbeálló, 85 darab tűzrakóhely, kerékpáros berendezések, valamint 24 forrásfoglalás újult meg a Széchenyi 2020 Európai Uniós projekt keretében. Tegnap délután tartották az ünnepélyes átadót Visegrádon, a Bertényi Miklós fűvészkertben, ahol köszöntőt mondott Vitályos Eszter, Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár, Dalvári Vince, az Agrárminisztérium erdőgazdálkodási főosztályvezetője, dr. Seregi János, a Magyar Természetjáró Szövetség elnök helyettese, és Reinicz Gábor, a Pilisi Parkerdő ZRT vezérigazgatója. Pilisi Parkerdő kezeli Magyarország legnagyobb ökoturisztikai infrastruktúráját. Mi azt mondjuk, hogy évente egy 25 millió látogatót regisztrálunk, és ezt nem csak mondjuk, hanem meg is számoljuk, számtalan létesítményünkön helyeztünk már el látogatószámlálókat. Ez a hatalmas szám itt az elmúlt pandémiás időszakban tovább növekedett, tehát most már éves szinten 30 millió látogatóról tudunk beszélni, beszámolni. Ez a jelentős szám az, amelyik a közjóléti infrastruktúrát évről évre igénybe veszi, és itt a gondos kezek ellenére is van, hogy itt több évtizedes létesítménynek kell megfelelni a látogatói igényeknek. Ezért különösen öröm a számunkra, hogy a Magyar Természetjáró Szövetséggel partnerségben lehetőségünk nyílt ezeknek megújítására, a 21. századi igényeknek való megfelelésre. A kormány 1,5 milliárd forinttal támogatta a beruházást, melynek köszönhetően a Gödöllői Dombság, a Gerecse, a Visegrádi hegység, valamint a Pilis területén, mintegy 1000 kilométernyi turistaúton valósultak meg a fejlesztések, így a Budakalászhoz közeli kiránduló helyeken is. Összesen a Pilisi Parkerdőben 391 darab pad, 454 erdei pad, asztalgarnitúra, 58 darab információs tábla, 80 darab szemléletformáló tábla, ez ökológiai szemléletformáló, 32 darab kerékpártámasz, 30 darab esőbeálló és 62 darab tűzrakó hely valósult meg. Ezek apró megvalósulások, de nagyon fontosak ahhoz, hogy a természetben járók jól érzik magukat, és a komfortérzetüket növeljék, és ezek élen-nyáron használhatóak. Vitályos Eszter, Európai Uniós fejlesztés politikáért felelős államtitkár szerint a beruházás által még többen járnak majd a természetbe. A mögöttünk álló időszak, az elmúlt másfél év az is bebizonyította azt, hogy milyen nagy szüksége van az embereknek arra, hogy szabad levegőn legyenek, hogy el tudjanak menni úgy kirándulni adott esetben, hogy egyébként biztonságban érzik magukat, mert mindenki más viszonylag messze van. Szörnyű, hogy erre is kell gondolni egyébként, de az élet így hozta. Tehát, hogy az elmúlt másfél évben valóban felértékelődött, azt gondolom, a természet, az erdőknek a megléte, és az is, hogy egyébként minél igényesebbek legyenek, minél kulturáltabb körülmények között lehessen kirándulni a természetben. Úgyhogy ezért is nagyon fontos szerintem ez a fejlesztés. 1,5 milliárd forintot nyert a Pilisi Parkerdő ZRT és a Magyar Természetjáró Szövetség. Egy konzorciumban valósították meg ezeket a projekteket. A versenyképes Közép-Magyarország operatív program, illetve a GINOPA gazdaságfejlesztési operatív program támogatta azt a 1,5 milliárd forintos fejlesztést, amiből itt konkrétan a Pilisi Parkerdő területén megvalósultak a fejlesztések. Egyébként ez egy országos nagy projekt volt, tehát összesen 3,5 milliárd forint volt az, amit a Természetjáró Szövetség nyert, és mint konzorciumvezető az egész ország, tehát több területen felhasznált, több erdőgazdaság területén, de ami ide hozzánk esett, ez 1,5 milliárd forint volt, és rengeteg pad, esőbeállók, tűzrakóhelyek, különböző pihenőhelyek, szemetesek, tehát hogy olyan fejlesztések valósultak meg, pont az előbb fogalmaztam meg,
amelyek lehet, hogy egyébként az ember így nem gondol rájuk, csak akkor, amikor ezek nincsenek. Tehát, hogy megyünk az erdőbe, sétálunk a családdal, de jó lenne valahol leülni, igen, de hova? A program részeként nem csak a már ismert félrönkökből álló eszközöket, hanem új arculatú, modern, vonalvezetésű és könnyen fenntartható berendezéseket is kihelyeztek. Ugye a megvalósítás azért az egy elég hosszadalmas időszak volt, mivel maga a pályázat az 2017 óta indult. Ugye természetesen a kezdeti adminisztrációs feladatok, közbeszerzések, ezek mind azok, amik azért nem gyorsítottak a pályázat megvalósításán. Azért komoly nehézséget jelentette ez alatt a viszonylag hosszú időszak alatt, ugye vállalkozói díjak, termékdíjak, alapanyagárak elég jelentős növekedése, ebből kifolyólag azért többször át kellett a pályázatot is dolgozni, hogy a forrás határain keretein belül tudjunk maradni, de most már látjuk a végét, tehát olyan 2022 tavaszára az összes még meglévő pályázati elem el fog készülni. Összesen 3,5 milliárd forintot nyert a Magyar Természetjáró Szövetség konzorcium vezetőként, melyet az ország különböző részein felhasználtak, ebből 1,5 milliárd forint jutott a Pilisi Park erdő területére. Az erdei ökoturisztikai létesítmények természetesen nem csak kikapcsolódásra adnak lehetőséget, hanem egyben a fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletformálás terepének is számítanak. Az itt található turistautak, tájékoztató táblák, az erdőbe szervezett programok és a túrázás során szerzett személyes élmények mind hozzásegítik a látogatókat a természet megismeréséhez. Az Agrárminisztérium és az erdőgazdaságok kiemelt figyelemmel kezelik a természeti környezettel, az erdőkkel kapcsolatos valós ismeretek átadására szolgáló programokat. Ezen a területen különösen fontos a fiatal korosztály bevonása. Fontos kiemelni, hogy az ökoturisztikai fejlesztéseket az erdőgazdaságok egységben kezelik a természeti környezet fenntartását szolgáló gazdálkodói tevékenységgel. Különösen jó példát szolgáltat minden a Pilisi Parkerdő működési modellje, amely a természet védelmét és az ökoturisztikai szolgáltatásokat ötvözi a fenntartható gazdálkodás elemeivel. Kívánom, hogy minél többen éljenek a belföldi turizmus adta lehetőségekkel, és kiránduljanak a Pilisi erdőkben található turistaútvonalakon, a megújuló pihenőeken hallgassák az erdő hangjait, gyűjtsenek erőt a további sétához, és keressék fel az útvonalak mellett található közjóléti létesítményeket. A fejlesztéseknek ezzel nincs vége, hiszen az aktív és ökoturisztikai fejlesztési központtal egy közös pályázat keretében is szeretne további korszerűsítéseket végrehajtani a Pilisi Parkerdő ZRT. Ez három nagy területet érint. Egyrészt a Pilisen belül már meglévő kerékpározható és kerékpározásra kijelölt utaknak a felújítását jelenti. Ez mint egy ilyen 1,2 milliárdos nagyságrendben, egy 400 milliós nagyságrendben parkoló fejlesztés, mint ahogy említettem, ugye azért egyre többen, vagy nagyon sokan érkeznek autóval, hogy itt az autóval érkező turistáknak a rendezett szervezett parkoltatását tudnánk ezzel megoldani, illetve bővítenénk valamelyest a meglévő parkolóhelyeket, és hát egy nagyon fontos lépés, még egy közel 1 milliárdos nagyságrend, az pedig Visegrád nagyvillámi sípálya fejlesztés. Ez alapvetően a sípálya tartósabb, hóbiztosabb, értem ez alatt természetesen a műhó, vagy tehát mesterségesen előállított hó lehetőségét, tehát legalább egy megduplázott üzemidőt tudjunk a sípályának biztosítani, tehát itt víztározó hóágyuk, korszerűbb hóágyuk, csatornarendszer, illetve nagyon fontos egy többfunkciós fogadóépület, ami hát nagyon hiányzik jelenleg is a Magyaróhegyről, illetve a Nagyvillám térségéből. Budakalászról a Nagykevély az egyik legnépszerűbb kiránduló helyszín, ami szintén a Pilisi Parkerdőhöz tartozik. A csúcsról megcsodálhatjuk városunkat az Omsk-tóval és a Lupatóval együtt. A fejlesztéseknek köszönhetően abban bíznak a szakemberek, hogy egyre többen mennek kirándulni a parkerdő területén. Szeretné felélénkíteni a pandémia után a testvérvárosi kapcsolatokat a budakalászi városvezetés. Az elmúlt évtizedekben Budakalász a nemzeti összetartozás hegyében Erdélyben Lövétével, a délvidéken pedig Adával alakította ki testvérvárosi kapcsolatot. Az elmúlt 20 évben a két település polgárai közös kulturális és sportrendezvényeket szerveztek, diákcsoportok és a városvezetők csereutazásokon vehettek részt.
Az együttműködés a COVID-járvány és az utazási korlátozások miatt az elmúlt évben szünetelt. A járványhelyzet enyhülésével Mihály Dénes lövétei polgármester és dr. Göbl Richárd szeretnének új tartalmat és lendületet adni a két település kapcsolatának, ezért 2021. szeptemberében Budakalászon vendégül látnak 10-15 lövétei fiatalt és kísérőjüket. A tervek szerint a szállást helyi családoknál oldanák meg. A szervezett programok között szerepel, hogy ellátogatnának a szeptember 12-én pápai misélvel záródó budapesti euharisztikus kongresszus ifjúsági napjára. Több változás lépett életbe júliustól a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. A szabálymódosítások a diákmunkát vállalókat, valamint az online kereskedelemben résztvevőket érintik. A változásokról Salgó Attilát, a NAV Pest megyei adó- és vámigazgatóság sajtóreferensét kérdeztük telefonon. Felnőttnek számítanak a közteherviselés szempontjából a nyári munkát vállaló diákok. Számos budakalászi diákot érint a változás, a fiatal munkavállalók bejelentésére, adózására, a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalók esetében. Be kell őket jelenteni, és neki pedig adózniuk kell, mint minden más munkavállalónak. Ehhez ugye szükségük van egy adóazonosító jelre, és akinek nincs, vagy esetleg elvesztette az adókártyáját, ezt a nyomtatványt, amit be kell nyújtani ehhez a naphoz, mert online is meg tudja tenni akár egy okos eszközről. A diák csupán 15% SZI-ját fizet, amit a szövetkezet eleve le is von a fizetéséből, és amit a diák a rendes adóbevalláskor, azaz május 20. napjáig val be. A NAV elkészíti a bevallás tervezetet az adózó helyett. A 18 év alatti diákok esetében, ha a napi munkaidő meghaladja a 4,5 órát, akkor 30 perc, míg 6 óra esetében legalább 45 perc szünetet kell biztosítani. A 18. életévüket betöltött diákok esetében, ha 6 órát meghaladja a munkavégzés, akkor legalább 20 percnyi, ha napi 9 órát, akkor pedig minimum 25 percnyi munkaszünet jár. A NAV munkatársai 3 fontos dologra hívják fel a munkát vállaló diákok figyelmét, amikre érdemes odafigyelni. Megállapodás előtt célszerű a munkáltatót ellenőrizni. A NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n van egy olyan, hogy adatbázisok rovat, és ott meg lehet nézni, hogy a cég, ahova jelentkeztünk, be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató-e, ugyanis hát itt értelemszerűen kockázatos munkába állni. A másik aztán még fontosabb, hogy javasoljuk, hogy minden munkavégzés forma esetében kössenek szerződést a diákok, hisz akkor le tudják írni, hogy mennyiért, pontosan mit várnak el tőlük. A munkáltatónak ugye be is kell jelentenie, és ami ugye a diákok szempontjából talán a legfontosabb, hogy nekik is jár a arányosítva is akár a minimálbér, tehát az azt jelenti, hogy a napi 8 órás foglalkoztatásnál a jelenleg bruttó 167.400 forintot mindenképpen meg kell kapniuk az diákoknak. A munkatörvénykönyve fiatal munkavállaló munkaviszonyával kapcsolatos szabályokat rögzíti, amely törvény alkalmazásában a fiatal munkavállaló, a 18. életévét be nem töltött munkavállaló. A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A diák munkával szerzett jövedelem is adóköteles, néhány foglalkoztatási formát kivéve. A személyi jövedelem adómértéke 15%, amit a munkaadó adóelőlegként von le a diák bruttó jövedelméből. Itt létrejön egy biztosítási jogviszony is, amit lehet ellenőrizni, akár ügyfélkapunk keresztül is, hogy bejelentette a cég, illetve utólag is nagyon fontos, hogy az összes jövedelemről, illetve a közterhekről igazolást kell kiállítani a munkáltatónak, és igaz, erre van idő, mert ugye 2022. január 31-ig kell legkésőbb átadni a diákoknak, amit javaslunk is, hogy őrizzenek meg a tanulók, mert ez hasznos lesz a NAV által készített 2022-es személyi jövedelemadó bevallás tervezet ellenőrzéséhez. Vannak olyan esetek, amikor nem kell járulékot fizetni a diák munka után. Vannak itt is kivételek, hogy mondjuk egy gyakori példát mondjak, a
filmipari statiszta vagy, aki háztartási munkát vállal, tehát mondjuk takarít, kertészkedik, ott nem kell sem SZIA-t fizetni, nincsen járulék, és akkor értelemszerűen bevallása sincs. Tehát vannak ilyen bizonyos foglalkoztatási típusok, ahol nem kell adót fizetni, illetve hát még ugye az iskola szövetkezeteket szoktuk említeni, ott viszonylag sokan vállalnak munkát, és ők közösen képviselik a diákok érdekeit, plusz annyi előnye is van, hogy járulékot nem kell fizetni ez esetben, ha iskola szövetkezett tagjaként dolgozunk. A szakember további változásokra is felhívja a figyelmet. Módosult az Európai Unió szabályozása 2021. júniusától. Szigorúbbá válnak az ellenőrzések a határoknál, ami az eddig is érvényben lévő 10.000 eurós értékhatárt illeti. Aki 10.000 euró vagy más valutában ezen egyenértékű összeget tart magánál, annak be- és kilépéskor ezt jelentenie kell a vámhatóságnál. Annyi a változás még, hogy ebbe a 10.000 euróba nem csak a bankjegyek és a pénzjegyek számítanak bele júniustól, hanem a csekkek, illetve a, úgy fogalmazok, hogy bármilyen aranytartalmú dolog, tehát aranyszemcsék, aranyérmék, minden ilyesmit be kell jelenteni. A vámhatárokon átnyúló online kereskedelem érvényben lévő szabályozása jelentős bevételkiesést eredményezett az uniós tagállamoknak, ezért 2021. július 1-én az Európai Unióban megszűnik az a kedvezmény, hogy a harmadik országból érkező termékeknél 22 euróig sem vámot, sem áfát nem kell megfizetni. Eddig az volt, hogy a 22 euróig, ha árut rendeltünk, akkor áfát nem kellett fizetni, 22 és 150 euró között pedig vámmentes volt, mostantól pedig a 150 eurótól lesz vámmentes a kivitel, de minden után kell áfát fizetni. A másik változás az e-kereskedelemben a könnyítések bevezetése. A jövőben kevesebb adatot kell majd megadniuk az ügyfeleknek az import árunyilatkozatokon a NAV-nak. A 150 eurót meg nem haladó értékű küldeményeknél, mely csomagoknál ezután két új lehetőség is kínálkozik az áfa fizetésre. Az egyik lehetőség, hogyha az unión kívülről rendelek árut, mondjuk online, akkor én már a vásárláskor megfizetem az eladónak a termék áfáját, és nincsen semmi más dolgom ezzel. A másik lehetőség, hogyha az eladó ezt nem akarja beépíteni, akkor az úgynevezett futár, tehát a szállítmányozó szedi be majd tőlem a rendelésnél ezt az összeget, ő vallja be, és ő fizeti meg. A harmadik lehetőség, amikor sem az eladó, sem a fuvarozó nem alkalmazza ezeket a könnyítéseket, akkor az áfát sajnos nekem a megrendelőnek kell befizetnem a behozatali vámeljáráskor. Itt szoktam azért, vagy szoktuk azért felhívni a figyelmet arra, hogy január 1-e óta az Egyesült Királyság sem az Európai Unió része, tehát onnan rendelünk valamit, akkor ugyanezek a szabályok érvényesek. A másik lehetőség, hogy a szállítmányozók a különös szabályozás alkalmazásával egyszerűsíthetik az áfa fizetést, ha ennek használatát előzetesen bejelentik a hivatalnak. Ha sem az eladó, sem a fuvarozó nem alkalmazza a könnyítéseket, az áfát a címzetnek, a behozatali vámeljáráskor kell megfizetnie. Az adóhatóság arra kéri ügyfeleit, hogy aki a változásokkal, szigorításokkal kapcsolatban bizonytalan, az tájékozódjon, informálódjon a NAV honlapján, illetve telefonos ügyfélszolgálatain. 25. alkalommal rendezik meg a kétnapos Kalászi Vígasságok Fesztivált, most hétvégén a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtárban. A rendezvény pénteken 14 órakor kezdődik, idén is több sztár fellépő jön a városba, úgy mint a Sebő együttes, a Vujicsics együttes és a Párnográszt. A zenés, táncos eseményen számos meglepetés és kísérő program várja a látogatókat pénteken és szombaton késő estig. Végül a várható időjárásról. Hidegfront érkezik pénteken, napközben egyre több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Heves viharok a középső ország részben alakulhatnak ki felhőszakadással, jégesővel, viharos széllökésekkel. A légmozgás zivataroktól függetlenül többfelé lehet élénk, valamint erős. A csúcshőmérséklet 27 és 37 fok között alakul. Nyugaton és zivatarok környezetében enyhülhet ez a hőség.
Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. A kormány 1,5 milliárd forinttal támogatta a Pilisi Parkerdő ZRT és a Magyar Természetjáró Szövetség alkotta konzorcium fejlesztéseit a parkerdő területén. Tegnap tartották az ünnepélyes átadót. Több változás lépett életbe júliustól a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. A szabálymódosítások a diákmunkát vállalókat, valamint az online kereskedelemben részvevőket érintik. 25. alkalommal rendezik meg a kétnapos Kalászi Vígasságok Fesztivált, most hétvégén a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtárban. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. De maradjanak továbbra is itt a TV Budakalászon, mert hamarosan kezdődik Fogadó Óra című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tv-budakalászon. De ne feledjék, a közösségi oldalakon is elérnek bennünket, kövessenek minket ott is. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!